Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk Xbox One konzolon a Super Lucky's Tale. Na már most az előző adásban láthattátok a New Super Lucky Tales-t, viszont a Switch-en volt. Így utána néztem, hogy amúgy mi a különbség a két játék között. Miért van New Super Lucky's Tale, meg Super Lucky's Tale? Mint kiderült, azért, mert a Super Lucky's Tale az alap játék, az eredeti. Ugyebár a történet papíron ugyanaz, mind a kettőbe, viszont mondhatni, a New széria az már egy remasteredelt verzió, illetve abban a játékban már, mint láthattátok, ez a róka, akit itt látunk a képen, a kis varázslókölyök, ő Lucky, ő két lábon rohangászik. Na már most az eredeti játékban, ami eredetileg megjelent, négy lábon rohangászik. Úgyhogy most szintén játszunk vele egy órát, utána majd a New Super Lucky Tale lesz folytatva, de addig is kíváncsiságból amondó vagyok, hogy nézzük meg. Ugyebár itt a leírásban látható, mert ezt úgy vettem meg, hogy Xboxon és PC-n is megy. Ugyebár még a másik az meg csak a Switch-en van. Úgyhogy nézzük is a leírását. Mókás ügyességi játék minden korosztálynak, melyben Lucky, a mindig bizakodó fürgény, szeretetlen mértó hős kalandjait követhetjük nyomon, aki a belső erejét keresi, és segít a nővérének megmenteni a korok könyvét Hókusztól. Szóval az, akit az elején látunk, másik rókalány, aki ugyebár idősebbnek tűnik, mert ez egy gyerek karakternek tűnik, az a nővére. Hókusz áskálódó, titokzatos gonosztevő, aki megpróbálja átformálni a világot, de vajon mi célból? Ugye mondó vagyok, vágjunk is bele. Bár a szokásos kar, és hát first you first indítás, elvileg a játékot ismerjük, már láttuk, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy milyen lesz. Xbox One-hoz képest elég sokat töltöm, hogy 10 giga a játék. Az mindent elmond egyébként, hogy a Switch-en 1,75 giga. Hát van egy szép fogaskerekünk, mint loading. Azért vicces, hogy ilyen sokáig tölt idézőjelbe téve, mert SSD van az Xbox-ból. A másik az, hogy összesen hasonlítható a hardware a Switch-el a Xbox javára. Ugyebár ez az első generációs Xbox van, ugyanaz, mint a PS4, egy 8 magas AMD tartalmat gyárilag, ha a PC irányából néznénk. Ó, és van benne magyar nyelv, na hát ez már előny. Akkor lehet, hogy meg kell fordítanom, és majd az angol helyett, a nyúl helyett őt fogjuk játszani. Ugyebár ebben benne van a két kiegészítő is, ami ingyenes, a Guardian Trials, meg a Miaus Donság Buli is, a Grilly Island. A New Super Lucky Tales ilyeneket nem tartalmaz, úgy tudom. De azt mondom, hogy miért, azzal akarunk indítani. Válasz profit, itt csak én vagyok, oké. Okay. Játék kezdése. Na nézzük. This is the story of Lucky, a carefree young fox who lived in the forest. He's also my younger brother. Growing up, more than anything else, we wanted to be guardians. Heroic foxes who traveled far and wide in search of adventure. As I returned home from my most recent adventure, I had no idea that Lucky was about to begin his own. After an exhausting search, I had finally found it, the Book of Ages. The book could open doors to strange new worlds. It even had the power to rewrite history.
but I wasn't the only one looking for it. It was the dreaded kitty litter, a dysfunctional family of cuddly criminals led by their father, Jinx. Give me the book, Guardian, or I shall take it from you. The kitty litter advanced, and I stood my ground, ready to fight. But it turned out that the book had other ideas. In a flash, Lucky sacrificed himself to save me, my little brother. Lucky and the kitty litter had been swept into the book and the worlds within, and the future of our own world was now in danger. Lucky, if you can hear me, only you can stop them now. Hát, a New Super Lucky tényleg kicsit máshogy indul. Ugyebár azt még nem fordítottam le, így elérte el erre, mint Lost in a Book, Complete the Prologue. Megnéztük az intrót, és már egy argument járt érte. Na nem baj. Ez, hogy akadozik a játék, ez nagyon nagy kérdője. Lehet köze van hozzá, hogy frissít a háttérbe amúgy a rendszer. És tölti le a játékokat. Tökéletes időzítés, én macsmester vagyok, a Miau Lin templom mestere. Hát nem tudom, mikor itt kezdtünk az előbb. Az igaz, aláírom, hogy ugyebár azt írják, hogy a New Super Lucky Tale-ben összehasonlításilag a New és a Sima között, te között. Az első fejezet kompletten újra van írva. Szóval az egy picit más, mert ugyebár itt a gólemmel találkoztunk. Ez a sorsunk, hogy harcoljunk, de te nem vagy ellenfél a Miau Shun harcművészet oktatójának. Ahhoz, hogy méltónak bizonyulj, meg kell felelned a próbákon, amiket a tanítványaimtól is megkövetelek. Még nem tudunk nézelődni, csak olvasni. Akkor fogunk harcolni, addig pedig eltűnök. El is tűnt. Lezárta. Nagy táncikálás közben, és ott 9 kell neki. Gólem szökés az első ott. Ott egy malac felborulva. Lucky, az életet kockáztattad, hogy megments. Biztonságban vagyok, hála neked. Egyébként tökre jó pofa, hogy van benne magyar felirat. Miért Hókusz ellopta a korok könyvét, a mi családom kötelessége volt megvédeni, de most már az oldalak nem nyílnak ki nekem. Hoppá, hoppá. Akkor mégiscsak őrzők vagyunk, illetve már mi vagyunk az új őrzők, és a nővérünk volt a őrző. Nem tudok csatlakozni hozzá a kalandba, de megpróbálok becsúsztatni néhány hasznos holmit a lapok közé. Egyelőre összpontosítsa az zárt ajtó kinyitására, és macsmester kiebről ebrudálására. Szerencsehozó lóheréket kell gyűjtened, hogy feltörd az árat ezen az ajtón. Azon gondolkodok egyébként, hogy eléggé korrektnek tűnik a magyar felirat, szóval rendes team lenne mögötte, aki magyarította? Mikor a Microsoft Store-ba megvettem a napokba ezt a játékot, és ugyebár, mint mondtam, Windows, azaz PC és konzol Edition 1-be, mert akciós volt, akkor nem írta sehol, hogy tartalmaz magyar nyelvet, szóval ez így most egy kicsit számomra állejtő volt, mert ugyebár a New-nak néztem az összehasonlítását ebben, és ugyebár sokkal máshogy van renderelve a New Lucky Tales, mint ez, és ahol itt ez nagyon sötét, az ott már világos, de a nagy különbség, hogy itt négy mancsoljár ott meg kettőn, bár sokan a kommentekben visszasírják ezt a négy mancsos futás, hogy ez cukibb, de majd mindjárt meglátjuk, mert még nem láttunk belőle semmit. Úgyhogy utoljárat a legjobb úton vagy, hogy hős váljon belőled. Lucky, meg tudod csinálni, én hiszek benned, szeretettel, Lyra. Lyra a rókalány. A tesónk. Igen. Ha és az eltűnik, szóval ezt nagyon gyorsan összeszedjük, meg ezt is. Úgyhogy már egy kis bónusszal megyünk, Y-n a körülnélés azt mondja, hát... ja, mert azt nézem, hogy nem tudok körbeforogni a kamerában, nincs meg a teljes 3D kamera mozgás, mint a New-ba benne van.
Még Y-nénkkal bezumolunk, és a bal analoggal csak ennyit nézünk körbe, amerre nézünk. Jó, hogy lehet, hogy csak nincsen valamit nézni. Tényleg jó pofa, hogy ilyen kölyök rókaként négy mancson ugrál. Söpörj el mindent. X. Oké. A double jump ugyanúgy megvan. Azt lecsaptuk. Ó, még felborul. Oké. Okay. Ásás a földben, fűben, RT. Ugyebár left és right, azaz a jobb oldali. És T mint trigger, azaz a jobb ravaszt kell ilyenkor használni. Azt telifejeltük. Járt is ért egy nagy érme, ami amúgy ötöt ér. A kicsi nem kell fel onnan. Rá lehet ugrani, de jó pofa. Jó, hát ez egy tutoriál. Ugorj, azt mondja. De hova szeretnénk ugrani? Na gondolom, ott leesünk, az volt, nincs. Itt viszont mi értelme az ugrásnak, azon kívül, hogy itt a nyuszolkákok imádnak ugrabugrálni. Ugrálj! Vagy maga az irányítás megszokása véget van. Kicsit fura egyébként, hogy így két négy mancsal rohangászik majd ugyebár kettőnál. Turbócsiga megtanulta elgyorsulni. Kamera tájolása jobbra-balra. Ha, hát egy bizonyos téren még korlátod a kamera, nem tudom, hogy ez a jövőbe kijem nyílik-e máson. Nehéz fejek, az az első rész. Igen. Erre tovább jövünk. Ugyebár ez az első világ. Az első könyv, amit ott ugyebár olvastunk az alapból is. Oké, igen, teljesen átfordítani nem engedi a kart. Lenyomom a analógot, se történik semmi. Vicces, hogy switch and smooth-abbnak érződik az irányítás, hogy újra dolgozták ugyebár a New-ba ezt. Úgyhogy ott is megindokolták a fejlesztők, hogy a New Super Lucky-nél ugyebár amiket csináltak. Na ez zárva, a gólem szöktetés. Az... hogy hívják? Minden tesztelőnek jobban tetszett. Lord Zsaránt... Zsarátnok birodalma. Na, milyen jól öltözött fickó. Pontosan ezt mondaná valaki nekem, hogy oda mennék hozzá. Milyen kis szerény. Te viszont másrésztről azonnal segítségre szorulsz. Úgy értem, úgy nézel ki, mint a meg nem főtt érte egy gyerkőcön arc képére tapasztva. Unalmas, de tudok segíteni néhány érmért persze, így zárójeles megjegyzésként. Jó pofa a szöveg. Ezt az öltözéket árulom, személyesen választotta a személyzetem a maximális elegancia és költéghatékonyság véget. Ez fontos hozzátenni, mert anélkül nincs semmi. Tehát bele egy lecskámot csücsörészik, úgyhogy egy kis app a kamerának. Úgy láthatjátok a hátul részét, mert a vacak ennél följebb nem megy. Dehogy nem megy, ott a buksia. Na. Oké. Okay. Egy kicsit sokba kerül majd, de a jó dolgok az életben mindig drágák, igazán. Tehát, mit szólsz? És bedob ide, és ugyebár ezek vagyunk mi ebbe a kinézetbe. Így a test a naturel, a hősies rókák szabványa mindenütt, és frizura a naturel, jól néz ki, még smink előtt is. Közben egy lecske megkezdett összemenni, kicsit követjük a kamerával. Lesz ilyen könnyen és stílusos levető, gólem úr, hogy van ma, magas egynek, jó lesz egynek, és akkor itt meg rejtett ruhák vannak, ugyebár ez adott a New verzióba is, a Switch-en, úgyhogy most itt is hagyjuk. Itt mintha rejtett érméket látnák, pontosan. Kicsit körbe zarándokulunk, akkor itt megint a jumpolás van. Oké. Okay. Ugyebár a 360 fokos kamera a másik játékban egy kicsit jobbnak érződik.
szerintem. De ez sem irányíthatatlan, meg kell szokni, mert kicsit máshogy reagál a négy mancsú futás miatt, mint a két mancsú. Ti veletek mi van? Ja, hogy felém néztek, mert hirtelen egyszeműeknek tüntetek, de én már nem vagytok azok. Macs azt mondja, ő mester, de biztos vagyok benne, hogy a dobócsillagai kukorica chipsből vannak. Gólem vicc. Mit szeretnek inni a gólemek? És Harkin ment érte, Chatterfox. Kákanotár karakter, oké. Okay. Gyökérsört. Na már most ezt annyira nem értem, bár ha a gyökér root akar lenni, root beer. Lehet, hogy úgy kiadja a dangol poént. Hoppá, úgy értem, ásványvizet. A manóba egyszer csak sikerül majd jól elsütnöm ezt a viccet. Gólem, ásvány, hát adja magát végül is a vicc. Igen. Jó, a tűz az bánt. Nem kicsit bánt, szóval ezt is megtanultuk. Azt ott elifejeltük. Ott meg ugyebár a szokásos összeförgés van. Itt időzítésre kell végigmenni. Meg is lett a ládika. Ugyebár a nyúlban néztem, hogy ott majd meglátjuk. Nem spoileredek, eljutunk odáig, hogy meg tudjam mutatni nektek a különbségeket, nem csak felfedezésből áll az élet. Leestünk. Minusz egy life a tutoriál pályaválasztó mapom. Az azért nice. Erre azért figyelhettek volna, hogy mondjuk itt ne halj meg, de tudj meghalni, mert oké, nem vesztetted el az aranyat, de életet igen, és már szereztünk itt egy életet, ami most kuka. Oké. Itt se történik semmi, se jó. Rókájukak elvileg itt is vannak, szóval a beleugrás az adott, és már be is mentünk a mapba közbe. Adman Dino csontváz, és csillag fikaként lóg az orrából. Alatta meg a szuper nyuszinél. Nagyon szamurájosan fölnyírt hallja. Így fölborzolt bundarészsel a fején, vagy az egy dugó. Na, itt is vagyunk, közli a karakterünk, hogy Kama. Oké. Oké, ezek is megvannak. Ez visszafele is megvan. Hát ide, ahogy, veled még nem beszélgetek, mert... Ahol ezek már itt vannak. A körtét felpofozhattuk volna kint is. Jó, mászni itt is tud ezek szerint. Igen, nyomtam egy X-et, mi történt? Ott a macska. Amúgy. Oké, ez is megvan. Visszafele nem enged forgatni, úgyhogy... ...ward image nincsen szerencsére. Ti csináltak valamit, vagy csak egyensúlyozol a havaroddal a fejeden, mert az meg rohan utána a test. Hát komoly. A másik meg ott van és fönt van. Téged le tudlak innen lökni? Nem, de a fej önálló életet él, a testad meg ott el akarja kapni. Nem egy hársány. Na jó, veled akkor tudunk beszélni? Igen. Macsa azt mondja, hogy kövessük a fegyelem útját, de az ő közelébe állandóan a telefonját. De ő közben állandóan a telefonját lesi. Oké. Okay. Vizet prédikál, az bort iszik? Ah, hát itt van ez, amire hiányzik egy ilyen csomó. Oké. Okay.
Na, addire, úgy. Remélem nem itt kint van lehetetlen helyen, amit elközben gyűjtöttünk. Ilyet 99 lett a lérmény száma, mert ragadt a magyar macska. Lucky Hókusz papa megparancsolta, hogy pusztítsalak el, rendkívül egyszerű feladat, hogy őszinte legyek. De milyen ártatlan, meglepett fejet vág a Lucky, és milyen kis sunyi, mosolygósat a macska. Úgy ott a lejlecska. Azonban a Miyashu arcművészet megkívánja, hogy felajánlják egy sor próbatételt, mert harcolhatnánk. Először méltónak kell bizonyulnod a nagy gólem felébresztésével ezeken a kapukon túl, csak akkor fogunk harcolni, addig pedig eltűnök. És volt nincsen, közben ott látok rejtett érmét. Meg ott is, meg ott is. Ezek nem adnak semmit. Tehát látványos, hogy erre át tudunk ugrani. Oké. Itt lett egy ilyen. Errefele semmi. Oké. Sehol semmi arrafele, bár a szikla úgy adná, hogy lehetne arrafele bármi, de nincs. És akkor errefele más semmi. Hát csak az a kérdés, hogy például ide ezt hol szerezzük meg, mert az adná magát, hogy valahol itt van, de ezek szerint nincs itt. Csak ti adjátok? Ezeket a bagoly darabokat arra tudjuk rúgdosni, sőt, az jól láttam le is esett arrafele. Visszajött? Nem? Arra menjél kifele? Még kijem? Ahogy. Ha visszarepül szerintem, mert visszaspawnolt. Jó. Na, ez itt, gondolom nyitja az utat nekünk. De ez itt a zsebméretű gólem. Itt van a tű. Mi fáj? Nem, te mit csinálsz? Ellenőrző pont. Hú, te egy őrző vagy. Macs tönkretette a testem, és most itt ragadtam. Tudsz segíteni? Meg kell kongolnom a harangot a nagy gólem felébresztéssel, de én csak egy fej vagyok. Ott estem a harang mellett. Vár, ha el tudsz juttatni oda, akkor megpróbálhatom felébreszteni. Jó. Az elbetű már megvan. Oké. Egy, kettő. Nem sikerült. Ezeknek akkor jó, ha... De nem vagy egy kicsit kámeháme, hogy itt lövöldözöl rám? Na. Igen, túlélted? Hányszor üsselek meg? Ennyi? Ahogy. Majd ezt eset össze kell szedni, különben nem kapunk ajándékot. És akkor itt le lehet menni. De akkor már nézzünk erre föl, csácsiga, esél le. Kiesett a grafikából. Ó, mit látnak szemeim? Van itt még minden. Amúgy vicces, hogy teljesen más játékot reformáltak a New-ból. Itt ellen az első világon meg igetem, mint ez. És ez sem volt már anó rossz, ahogy úgy érzem. RC gomb, be is megyünk. Arkin ment. Down in the dark. Use a foxhole. Ugorj le a sötétbe. Használj egy rókajukat. És ott egy cirkusz volt a pörgentyű közepén. Aha.
Na ezt például megcsináltuk a másikba, ez a macska elleni pályarész lesz csak, nincs ott még a macska. Ott van. Oké, egy. Az elkapott, nem kapott el, jó? Balra, jobbra. Jobbra lesz az, amit keresünk. Mármint a kijárat. Úgyhogy balra eljövünk. Oké, a lakékon is megvan, meg a 300 is megvan. C. És melléugrott, vágod? Átugrott a C betűn. Akkor is vicces az a csontvázott lógafika csillag az orrából. Meglepően rohadt sokat tölt egyébként a játék. Jó, azt észrevettem egyébként, hogy a konzol semennyit nem... Jó, nem fedi a valóságot a semennyi. Nagyon nem favorizál egy csomó helyen a... Hogy hívjákból? A... Ja, rá kell ugrani? Jó. Az SSD-ből. Most hiába van benne egy 2 teres SSD. Erre. Ami is satás, ugyebár. És nem is ez a lassú kinisztó, hanem egy Samsung van benne. Jó, lack. Megvan. De hol lehet a lúg akkor? Vele dumáltunk, és akkor őt vissza kell vinni. Egyébként leraklak ide, mert nem kell lesz nekem most. Úgy, csá. Nem tudunk visszamenni. Majdnem despavnolt a bástya innen. Igen, egy. Doing! Bár nem tudom, ez itt elég világosnak tűnik, szóval az összehasonlító teszten ez a kép nagyon sötét volt. Várj, persze, a testvéreimnek nincs feje, mert nem tudom egyedül felébreszni, tud segíteni megtenni a többieket? Persze, arra fele lesz szerintem az ú. Itt a bástya, aki az elején van az első. Lefejeli, dír, ez megy a közepébe. Pontosan. Úgyhogy már él, de csak egy szemű, mint a koponyányi manyók. Jó. Hoppá, mit vettem észre? Először is az, hogy újra spavnolt. Másodszor az, hogy itt vannak ilyen titkos érmék. Mice, akkor őt szerintem elküldjük napműholdnak. Ahogy, kigyilkolva, megpusztítva, terminétedelve. Jó, azt most nem vesszük föl, anélkül is nyílik, remélem. Nem mondod, hogy nem lehet visszamenni. Vagy ezt a Lizi adja? A... Küldi? Ez? Ha ezt teljesítem, akkor kapom meg. Már nem lesz meg, mert nincsen meg az összes. Csak olyan rohadt nagyot ugrik, mikor kijön a földből. Azt utána kell számolni. Jó, ez megvan, plusz nem is kapunk érte. És nem lehet visszamenni. Szóval a C betűt már buktuk. Jó, valószínűleg újra játszható az elejéről ez a küldi rész. Ne, ugord le! Na, jó, hogy van double jumpunk, simán kiugrott a karakter a grafikából. Jó, akkor menjünk erre, vagy ha majd fölkelt a nagy óriás, akkor tudunk visszamenni. Yeah! Papja hal.
És itt lesz az Ustui 2. Ahol ott a ló betű. Igen, ott a gömböcske. Jó, a tűz az akkor is bánt, ha föld alatt vagy. Na nem baj, ti pörögjetek. Egyik ki is esett a grafikából, most spavnolt vissza, lol. Igen, és itt látok érméket. Úgy-úgy. Várja föl. Már látok egy nem kívánatos társját. Úgy, ez is kapta halt. Oké, a nyúlban van itt egy hely, ami lehet, hogy most nyílik ki. És nem. Viszont ott látok érmét. Ötletes ez a alig látszom érmék. Te itt mit dumálsz? Semmit, csak el kell kapni. Ott a Lipsilon. Jó, ne felejtsük el, ez a legelső pálya. Kicsit le lehetett rakni, jó. Lefele le tud sétálni a karakter, amúgy nem, remélem nem visz el az animáció minket. Hát emlékeztek meg az elődőre, abban az a gólemecske ezután itt integetett. Fölkelt, meglepődött azt, utána ott integetett, mikor mentünk felé. Azt kell mondjam, hogy hiába 720p konzol a Switch, azon szebb. A New. És a tizedét foglalja. Na jó, van egy ilyen érzésem egyébként, hogy valami emulátorszerűséget futtat ilyenkor a Xbox. És az... Igen, az kinyílt. Próbáljuk meg nem elpeszni. Mit szóltak hozzá? Aranyos, hogy ott a kukac horgászik és a hal csipszedik. Mini cápa hal, piranyja. Időre már megint. Valamiért ez az erőltetett idő dolgokat nem szeretem. Az előzőn át tudtam alulról ugrani. Így. Ezzel nem volt hajlandó, és szerintem kell nekünk az is. Te padzeg, vedd már föl. Akkor ne vedd föl. Hát ez még úgyse lesz, meg hát komolyan. Ennyire bűnben vagyok, fogadjunk, hogy egy 5 éves gyerek ezt azonnal megcsinálja elsőre. Jól gondolom. Miért lett, hogy nem hajlandó rá? Oké, hogy gyűjtjük a pontokat egyébként. Ki van számolva egyébként, hogy tökéletesen meg kell csinálni mindent. Jó, ideig volt hozzá a türelmem. Lökjék ki. Gondolom itt is kaptunk volna valamit. Vagy csak akkor kapunk valamit, hogyha egyáltalán jó van teljesítve, mármint
akkor haladunk tovább és gyűjtjük össze a dolgokat. Azért vicces, hogy a nyúlba mindent úgymond elsőre megcsináltunk fullon, az ott idővel töltött be. Nem baj. Te itt ne magánykodjál. Rárogtuk az egyiket a másikra, oké. Na, ez csak lehúzza. Viszont Ácsi bácsi. Az alatt lenn mi van? És nem látom, hova kéne visszaugrani egyébként. Meghaltunk, vágod? Ezt sose fogom megérteni. És innen folytatjuk, ahol voltunk. És már levett egy életet, attól, hogy ő meg tud támadni. Talán most kinyílt a másik egyébként? Mert a méhecske itt van. Oké, az be van zárva. Jó, de már nem enged fel. És megint meghalunk, bassza, meg megint egy élet mínusz, bassz ki a... sima sétálásba. Tökéletesen meg a zsírul szerepelek. Tényleg előnyére várt egyébként a... hívját. A irányítás átalakítása... a nyúlba. Igen, erre fele akartam elmenni, de szerintem akkor ugyanúgy zárva lesz. Pontosan, nincs itt a rókajuk. A lukatlan róka! Esik ki a grafikából? Nyau. Ha már én is ki tudok esni, akkor ő is essen ki. Ez itt a rókatrükk. Nagyon örülnek a három kis gólem. Na? Őt nem látom úgy, hogy integetne. Lucky. Mi meglepő. Egyébként van, aki írta, hogy neki nagyon tetszik a new verzió a sima után, viszont csak akkor költene rá, hogyha lenne benne VR experience. Az VR-on tudná nyomni, akkor. Amúgy nem éri meg neki a váltást. Kettő olyan meglett a 117-ből. De ha esetes, ott ízés kell. Gólemszökés kinyitva. És ott jelzi, hogy üdvözöllek, Lucky. Hogy megvan a pálya, a pipa, és megvan a mennyisége a tappancsérméknek. De a Lucky meg a titkos cuccad nincs meg. Nyilván az a két cumó, amit elhagytam. Szoktál csak úgy bámulni az égbre, és ezzel adott elkalandozni? Én sem. Hát nem elkalandoztál, becsuktad a szemet, te alszol. Konkrétan nettó hazudni. Nem szép dolog hazudni, gyerekek. Nix? És körbenéz. Azt mi is tudunk az Y-nal. Ez itt szokatlan, ugyebár a nyúlba már 3D-be tudsz körbe járkálni. Úgyhogy... de nagyon jó selfie-t tud nyomatni a karakterünk legalább. Ez meg csak itt gurul. Oké. Ez is megvan.
Akkor gondolom innen kellene átugrani oda. Tessék, most fel tudtam alulról ugrani. Bólem szökés a következő pályarész, és itt már látok is elrejtve dolgokat. Na, tud ezt két lábon rohangászni, kérlek. Annyira örülök, hogy itt vagy, Lucky. Jó dolgokat hallottam róla, ha csak fel annyira jó őrző vagy, mint a nővéred, akkor jó kerekben vagyunk. Magasok az elvárások, kérem szépen. Viszont az egy infinite lootnak tűnik, hogy mikor kijövünk a mapról, akkor itt mindent újra lehet gyűjteni. És mennyi volt nálad a ruha? 300 meg 400, már mind a kettőt meg tudom venni. Na hát, vásárlás, igen, lesityakunk, és gatyánk. Na, ilyen vagányak lettünk, és tudjuk a karaktert körbeforgatni. Na. Következő. Védünk egy szolgálunk, nyisd ki új fejezeteket a játékban, hogy felfedd ezt a jelmezt. Ez a jelmez letörhető tartalomban érhető el. Oké, akkor van 3 DLC ruhánk, meg van 4 izé. Megtekintés az áruházban. Igen. Nézzük meg a sztort. Gili szigetek kiegészítő, ingyenes beszerzés, értelemszerűen a másik kiegészítő sincs akkor ezek szerint feltelepítve. Ahogy hívják írta? A... Microsoft Store, hogy van két kiegészítő, ami PC-re nem elérhető. Üdvözlünk újra, új kalandor. Üdvözlünk újra a kalandban. Super Lucky tél új fejezettel tér vissza, csatlakozz Luckyhoz a trópusi Gili szigeten, ahol Lady Miaúság maga az ragadta a hatalmat, hogy megszervezhesse a világ legnagyobb, legrosszabb buliát. Segíts megmenteni a turisták nyaralását, miért Lady... Aha! Super Lucky tél a kicsinek és nagyoknak szóló vidám platform, egy új izgalmas fejezettel tér vissza. Fókusz felett nemrégiben aratott győzelem után, Lucky már várja a nyugodt pihenés napját a jó öreg Róka várad földjén. De a korok könyvének más tervei vannak. Ismét elragadja Luckyt, hősünk pedig a Gili szigetek trópusi paradicsomába kerül. A hely megkapó szépségét és díjnyertes vakációs lehetőségét sem tudták azonban leplezni, hogy valami gond van a szigetvilágban. Lucky megtudja, hogy Lady Miaúság irányítása alá került a sziget, aki szeretné megszervezni a világ legnagyobb és egyben legrosszabb buliát. Méltó parádéval ünnepelve új dalának megjelenését, a legrosszabb alatt gondolom inkább a leggonoszabb akar lenni. Hősünknek meg kell menteni a sziget lakóit és a nyaralókat Lady M karmai közül, miatt az ünneplés tönkre teszi nem csak a nyarukat, de korok könyve segítségével bejárható világokat is. Csatlakozz Luckyhoz az új kalandban, tele klasszikus ugrálós kihívásokkal, homlok, horpasztó fejtörőkkel, titokzatos rókavermekkel és tréfás rópusi akadálypályákkal. Találkozz régi és új ismerősökkel, valamint végkalandozod a nap perzselt paradicsom minden legét és zugát. A jó szerencse négy levelű lóharéje vedesen utadom. Funkciók. A funkciók, ez mindig a borító hátulján lévő pár darab pro kiírás szokott lenni, hogy miért, milyen izgalmak várnak rá, de miért meg kell, hogy vedd a játékot. Főleg az Eszved meg sorozatban megjelent Made in Dobdelgagyi játékokra gondolok ilyenkor, akik esetleg ismerik ezeket, azok tudják. Ma is vannak hasonló filléres kacatok, egy időben gyűjtöttem őket, több 10-20-30 lemezen van belőlük, hogy tényleg valami ott van, nagyon Z-kategóriás játék, és akkor olyan sztár leírásokkal, főleg aminél írták, hogy van magyarítás az LVM honlapján, azt mikor már megvettem, akkor nem volt működő LVM honlap hozzá, pedig az 10 éve volt. Mindegy, ilyen volt például a Zombie Drivers, illetve ha felkerült a magyarítás, akkor nem ment fel a patch, ami a patch új kocsit hozott, úgyhogy inkább patch volt belőle, mint magyar nyelv. Szóval kellemes trópusi utazása a mesebeli színes világon, csodás barátok és szórakoztató ellenfelek körében.
Klasszikus platformjáték, amely 3D arénákat, oda nézetben játszható pályákat, izgalmas főellenség csatákat és bónusz mini játékokat kínál. Lebilincselő kaland, amit a játékosok minden korban és ügyességi szinten élvezhetnek, elérhető Windows 10 és Xbox One platformokon, beleértve az Xbox One X konzolt is, támogatja az Xbox Play Anniversary szolgáltatást, és ez itt már egy hatalmas hazugság. Szóval ott, mikor ott telepítettem a napokba a laptopra a Microsoft Store-ból a Lucky Tilt, ugye már ezt a Super Lucky Tilt, akkor írta, hogy alul van két DLC, rányomva között, hogy csak Xbox konzolon fut. Szóval abban sem vagyok biztos, hogy egyébként majd PC-n, mikor majd magamnak játszok vele, ott esetleg nem lesz Ott egy büdös bogár. Nice. Hogy ezek még miért nem rohadtak meg odakint és fagytak meg? Mindegy, visszatérve a játékra, szóval, hogy valószínűleg lehet, hogy PC magyar nyelv se lesz. Jó. Igen. És ide jövünk, hogy megerősítés, akkor visszadobod, amit már letöltöttünk. Ne, ez az őrző próbatételek kiegészt, ez a másik. Kiképzés napja kedvé kezdetét vette, úgy emelem, hogy magától tovább megy. Róka Váradó, Lucky visszatért az őrzők próbatételek legvadabb kihívásért, Super Lucky tél új fejezetében. Lucky nővére Lire egy csoport parális egyző közreműködés, vagy olyan legyőzhetetlen kihívás sorozatot állított össze testvérnek, amivel csak... Gyűjtsük be. Mert miért is ne? Köszönjük, nagyon vagányan nézünk ki egyébként azon a képen. Tiszta Leisure Suit Larry is feelingen van tőle, mindezt retrowave köntösben, meg egy kicsi Vice City utánérzet is benne van. 10 megabajtos patch. Szóval, kiképzés napja kezdetét vette Róka Váradom. Lucky visszatér a őrzők próbatételek legvadabb kihívásaira a Super Lucky tél új fejezetében. Miután Lucky megmentette Gili szigetét, nővére Lira úgy gondolja, eljött az idő, hogy testvére elfogadja a sorsát, és elinduljon a teljes jogú őrzővé válás útján. Lira segítségül hív néhány vehemens jó barátot, egyenes a Korok könyvéből, hogy olyan próbák sorozatát állítsák össze, amelyet csak egy igazi őrző teljesíthet. Lucky feladata lesz a segítséggel végigugrálni, ásni, gurulni és fejtörni magát ezen a frenetikus retro kiképzőpályán, ami minden neves edzést tervet lepipál keménységben. Ezt ennek ez retro, már itt is avval hirdetik. Az út során találkozom majd eszement alakokkal, a legjobb klasszikus platformer kihívásokkal, felturbozott szörnyekkel, agyibasztó rejtvényekkel, még végül kiharcolod magának a jogot, hogy Lirával a Korok könyvének hivatalos őrzője lehess. Hát nem csak azért küldünk, hogy mi egyedül legyünk az új őrzők, hanem a tesónk is velünk lehessen. Az ördög próbatétel mellett lehetőséget ad Lucky felöltöztetésre vidám jelmezekbe és vagány ruhadarabokba. Az öltözékeket összegyűjtött termékkel vásárolhatod meg, összehetve a legtökéletesebb külsőt, amiért Lucky kalandozó karrierjének emlékezetési tételére legdögösebbnek talált. 3 éves kortól nem fogalmaznák ilyen stílusba, de nem rossz. Szóval, leírás. Funkciók, a pro a részek még mindig. Kihívásokkal teli kaland egy tucat bájos jó baráttal és ellenfelekkel, mert minden korosztályban érte képzettségi szinten élvezhetnek. Klasszikus platformjáték, ami a 3D arénákat, oldalnézőben játszható pályákat, izgalmas főellenség csatákat és komplex fejtörő mini játékokat kínál, melyek a legfifikásabb kalandozót is megdolgoztatja. Lemaradt a vége a szövegnek. Egy egész szekrényre való dögös ruha és kiegészítő várja, hogy Lucky a korábbi fejezetek során összegyűjtött érmékből divatikonnál vásárolja magát. Elérhető Windows 10 és Xbox One platformon, beleértve az Xbox One X konzolt is. Támogatja az Xbox Play Anniversary szolgáltatást, a PC-s rendszerigények elérhetnek a Windows 10 alatti játékok esetén. Viszont akkor lehet, hogy nekem ez azért nem megy, mert Windows 11 van a laptopon, Origin-ba. Úgyhogy passz. Na majd megnézem az egyik Windows 10-es gépen, csak az a baj, hogy itt a gamer gép is, meg a streamer gép is 11-et használ. Talán a MacBook Pro-n van Win 10, meg majd gyárlag meg az.
Mármint a MacOS mellett. Jó. 4K-s trailer is van a játékhoz, szóval brutálisan föl lehet tölteni a minőséget. Van itt más? Vagy ez ugyanaz a Guardian vagy Ördős? Mert kettő DLC-ről tudok. Igen, az már megvan. Úgyhogy nicce-mice, jó. Most nem fogjuk tudni megvenni azokat, mert még frissít a háttérbe a konzol, úgyhogy ilyenkor az van. Viszont akkor menjünk vissza erre a pályára, és nézzük meg, hogy itt mi van. Gólem szökés. Nagyon örült nekünk a tag, úgyhogy haladjunk. Tök jó menüje van, he. Világkiválasztás, főmenü, beállítás. Sok beállításunk van. Játék. Aha, kamera bemenetek, képrázkódás, vibrálás, feliratok. Játéknyelvek. Szlovék, lengyel, magyar, minden nyelvféle nyelven van. Szóval itt vagyunk lent. Erre fele semmi, bár látványos, hogy arra valamit tudunk menni. Te dumász? Igen. Itt edzek ezek között a daráló fogaskerekek és tüskés ízék között, mert a mielyú sú életveszélyes körülményeket követel minden alkalommal. Mi komolyan mondja. A jó próbatétel lesz számodra, sok szerencsét az utat megtalálásába tanonc. Addig pedig eltűnők. Na. Kamerakép is van, jó? Igen, erre ha ráugrunk, akkor az átforog. Ahogy. Igen, akkor a mapok ilyen oldalnézete scroll megoldásokkal vannak. Na, akkor lépen egy nagy. Nem. Na, hát akkor azt átküldtük oda. Madár! Taing! Taing! És azok lepotyognak. De gagyi! De ott van gyémánt legalább, de nevet le tudjuk rúgni. Lehet. Gurulj le, gurulj le, gurulj le! Ah, pont visszaélett. Akkor lerúgjuk másodjára. Lé, nem baj. Oké. Okay. Igen, erre. Itt lesz a macska. U betű megvan, és nem csaptuk meg a macskát. Ha rájuk kell ugrani, jól van. És azt hogy vegyem föl? Hát ott állok rajta. Jó, hát ez a 2,5D világ hátránya. Ti esetek le? Oké. Okay. Éppen, hogy nem estünk le amúgy. Jön a tél, hülye hideg idő van kinn, azt kapar a torkom megint, pedig nem érzem magam megfázva. Leestünk! Pápálaki! Négy! Na, még nyafog! Oké. Okay. Ott látunk egy C betűt. Jó, az, ó, az megvan.
és át lehetett rajta ugrani. Pusztulka! Gyere csak ide te! Hogy tipeg a kis százlábú. A és RT. Oké. Rá kellett ugrani. Most kijöttünk a háttérbe. Megint az időzítő. Nem lesz meg, hát. Miért is lenne meg? Éppen, hogy megvan. Második időzítő, a túloldalra gondolom. Megvan. És azért kaptunk egy K betűt. Nice. Mert csak az L meg az Y hiányzik amúgy. Úgyhogy Nice. Még egy ellenőrző point. Ott a macska. Most ráküldtünk egy KMH-mét. Hát megvolt az előzőben is, úgyhogy erre a mapra emlékszem. Kaptunk. Na. Oké. Kapta hat. Meglett el is. Oké. Okay. Erre tovább. Plusz egy élet, mert az már nagyon kellett. Oké. Okay. Az átparom. Ott a macskusz kinder kaktusz már megint. Ez is megvan. Az adta magát, hogy kell összeszedni. Ellenőrző pont megvan. Jó. Gyere csak te 150 ezer paklábú. Igen. Jövünk a hátul. Kapta halt. És eltalál. Mekkora egy póni. Hát fájt. Hogy előkerülünk itt a rókaikomból, de vicces. Azt hittad, hogy pedig dehogy mi? És beleugrok, mennyire ügyes vagyok. És most meg leesek. Mínusz egy élet megint. Nagyon rohanjunk át ezen a pályán, mert nem tudom, a switches verzió valahogy jobban irányítható. Mármint nem a sima Lucky Tail, hanem a, mármint a Super Lucky Tail, hanem a New Super Lucky Tail. Pont annyival újabb, amennyivel mondják is, hogy igencsak látványos.
alatt alszik. Pusztulka. Megint a háttérbe haltunk meg, mert az a vacak átforgós, és visszaugrottam rá. Na nem baj. Így lesz egy egyszerű gyerekjátékból Rage Game. Ettől függetlenül, mint mondtam, a New Super Lucky Tail tervezem végigvinni. Úgyhogy... Ugye ez is csak gyakorlás kérdése, hogy menjen. Gondolom ki kell tudni érteni őket. Kijöttünk fönt. És annyira képernyő tetején vagyunk, hogy finom nincs, hogy mit kéne látnunk. Egy életerőnk volt. Akartam volt mondani, hogy egy életerőnk van, de már csak egy életünk van. Az már kép volt, bástya. Úgyhogy... Persze, bástya, te repülj ki a grafikából, és nehogy lássunk belőled valamit. És egyébként a fölvett ruhánk nincs rajtunk ilyenkor. Hülye! Rossz platformon álltam, meg egy életerőnk maradt. Meghaltunk a... beugrottam alulról a tüskébe. Most újra öt életünk van, és nulla izé, na jó. Legazd a magyar. Igen, tűnj el. Úgyhogy csá. Oké. Kvák, mondják a madarak. Szóval téged? Gyere vissza, hadd rúgjalak le. Úgy, hogy essél lefele. Ügyes, és kiszáll onnan. Mekkora egy póni. Csak megmakkanni se hajlandó normálisan. Macska, dír! Megrúgtuk, így kaptunk egy U betűt. Előbb nem bántottuk. Úgyhogy eleget szétütjük. Úgyhogy az U betűt azt attól kaptuk meg, mert... ennek a fején nem úgy tudunk állni, de jó pofa. Hogy néznek, milyen perverdek azok a... És így is bánt. És ott megint nem tudjuk felvenni. Na jó, ti esetek lefele. Megint csak éppen, hogy elkaptuk. Ott van egy megakasztás. És balra kell kiugrani, főleg ha esetleg a játékos azt mondja. Oké. Ott a C betűnk. Egy. Kettő. Egy. Kettő. Erre mi van amúgy? Ha nem megyek oda be. Na, szép volt. Hármat csaptunk rá.
Nem ér, mert így fölméri az erőnket, hogy mennyire vagyunk gyengék. Ezt elég kapott. És meg is van ez. Viszont nagyon úgy gondolom, hogy egyébként a New Serien nincs magyar felirat. Nincs. Igen, ez adott egy csok kristályt. Nincszel. Leestem, baffa meg. Jó, hát ingyen jött élet, gyorsan ment. Meg csak nyafog. De azért komoly, hogy ezen a pályán 5 életet elbasztam. Aludj, Nice, már másodszorra ugrok bele abba a szarba, vágod? 2-ből 2-szer baszom el. Úgy. Pusztulj, papagáj! Ellenőrzöm. És ez az a rész, aminél nem jutottunk még eddig tovább. Négy, le. Kijövünk oda át. Ez itt ránk lőtt egyből, de kapta halt. Jó, legalább átjutottunk, az is előny. Ugyebár abba az irányba kell tovább menni, majd visz ide föl. Ott a ká. Úgy. És ott a vége a pályának. Itt ugyebár ilyen csinál, viszont az új verzióban, amit emlékeztek, ott kinyit egy lapocskát, könyvet, és ott a lap benne. Finish a 2D level. Arkinment meglett. Hurrá! Ez volt egy 2D pálya. Mivel dinamikusan változik a kamera, ha megnézitek a két mód között, a 2D meg a 3D között, mert az egész játék valószínűleg 3D világban van építve. Igen. Jelenek meg bónuszok, és hogy merre fele kell tovább mennünk. Oké. És ott lett egy kihívás. Lord Zaratnok birodalma lesz a következő pályarész. És megint csak nincsen rajtunk egyébként a ruha, amit megvettünk. Kérdés, hogy az egyébként akkor most meg sincs, bár a pénzünk nincs meg, úgyhogy meg kéne lennie. Na, csak ide azt a ruhát. Ezt. Így, Landersson Pants. Ez egy ilyen német-skandináv ruha költemény. Elértelemény, sharp dressed fox, equip your first costume. Costume. Ugyebár, mint kosztüm, az a ruhát, az első ruha felvétele. Jó, ja, és akkor itt is adja magát a játék, hogy errefele kéne tovább kutakodni. Azt hittem már, hogy megint leesünk. Nice. Na mindegy. Úgy oda. Panzerspitze. Még ha tudnák németül. Oké. Okay. És oda 9 Lucky kell. Nyilván nekünk 4 van meg, és 117-ig lehet elmenni. Nem is emlékszem, hogy a másikban mennyi van, vagy ez a főgyűjtője az összesnek, de nem hiszem. Ott van például egy nagy 1-es lakékon. Ahogy, ez is megvan.
Malac veszély. Ez sem rossz. Ugyebár. Aminek köszönhetően itt egy egérke, amit lelökünk. Az nice. Erre tovább jövünk. Ott a halálosikon, és akkor most fogja beszámolni, mennyink van. 4-jel kéne csökkenni a számnak, akkor nem csökken, itt nincsen megint raktálva, mint a másikba. Csak gondolom, ha elérjük azt a pontot, akkor kapjuk meg. Azt fene tudja, ott hagytam ennyi, ahogy. Na, kíváncsi leszek majd itt a laptopon, hogy ez amúgy miként operál ez a játék, Windows alatt. Milyen billentyűzet egérrel irányítani, mert ugyebár most is kontrolleres irányításon vagyunk, a Switchnél is kontrolleres irányításon voltunk, mert ott igaz nem a Joy-Con-okkal, hanem ezzel az Zelda-s kontrollerrel csapattam. De hát na. Miért is ne? Oké, okay. És akkor egy kicsit körbe tudunk nézni, hogy ott mi lehet, aha. Jó pofa ez a kis skandináv ruha rajta, az mit fog adni amúgy, ott egy harang van. Nem lehet megcsapni. Egy nem is ugrik följebb, hiába nyomunk double jumpot. Jó, nézzük meg akkor a macskusz, mit ad lent. Valahol itt volt egy macska. Ja, nem oda, 7 kell, bocsánat. Jó, akkor az sem érhető el. Messziről egynek olvastam. El is megrázza magát, hogy nop, nem. Na, nem baj. Mit látnak szemeim? Tünde szemed, mit lát Legolas? Képzeld el, Legolas egy ilyen skandináv ruhában, vagy német. Igen, kukorica chips, meg akivel dumáltunk. Jó, ide még nézzünk be. Van egy tippem, hogy ez a kihívás lesz lent a föld alatt. Méghozzá a depressziós engineertől. Megint command kaptunk. A lakékon már ki van pipálva. Aha. Hogy nézel ki, Bástya? Szóval megtaláltál, épp ideje. Mi történik a ruhámmal? Megmondom, mi van. Nem szeretem a lóherét. Hanem imádom. Vagyis szerettem. Talán túlságon is szerettem, őszintén szólva, mintha édességet nyomognék egész nap, nem tesz jót. Talán megválhatnénk néhánytól, bizonyíts be az elkötelezettséged. Jól van, itt egy fejtörő, bár valószínűleg túl nehéz neked. Mozgasd a karokat, a rókákat a világító helyekre, majd meglátjuk, megye. Oké, that's it, kihívás. Igen, akkor ezt is újra gondolták elviekbe. Átugrás, és hogy újra kezdenéd. Igen. Itt volt az, hogy egymás irányába kell őket elpofozni. Mert hogy ugyebár a fejbevágás itt is megy, és nem zöld, hanem kék szeme van. Igen. Annak is, ennek is. Az ilyen időre eltűnő érméket nem szeretem. Oké, és bármi duma. De a másik a kiáratnál volt mindig. Gratulálok, ez a fejtörő csecsemőknek való, tényleg van okod a büszkeségre. Yes! Kinyitom a következőt a felszínen. Akkor ezek egymásra épülnek viszont itt. Én megint csak nem a könyvet nyitja ki, hogy a lap beleszálljon, hanem egy lóherét fog. Mi vagyunk a Lucky. Ott az oklevél. Első arkünk ment hozzá.
Electric slide, complete the sliding block puzzle. Okay. Nice. Sorra érem el fele az arkimenteket, nem egy bonyolult. Az elején az intro tetszett leginkább. Oké. Okay. És akkor kinyílt az. Oké. Okay. Szóval akkor itt lesz 2, 3, 4, 5 és 6. 6 fejtörő, amiből még 2-t megcsinálunk, akkor ott a macska. Szóval ott. Csak visszaáll a kamera mindig oda, ahol állunk. Szóval Nice. És akkor az a Sky Castle, a légi vár. Ugye, bár ez ugyanaz, mint a alap nyugba. Úgyhogy ebbe a neve ugyanaz, csak jó pofa, hogy itt van benne magyar nyelv. Játék menete. Oké. Okay. Ásás. Paroksuhintás, körbenél, mégse, ugrás, fordulás, szünet, mozgás. Nagyon Nice, irányítás helyett ezt mást írtam volna. Világ kiválasztása, égi vár, zöldségfalva, Holiday Canyon, Rémes várad, Gilisliget, Rókavárad. Aha, akkor itt a Foxingtonos, Rókaváradós. Foxington lett Rókaváradnak fordítva, ez adott. Spookington lett Rémesváradnak. Ünnepkanyon a Holiday Canyon. Zöldségfagva a Veggie Village. És égi várba vagyunk most. Ahol a nagy gólem már ki van nyitva. Viszont a macska a fő gonosz itt. Menü. Épp csukta a szemét, pislogott. Úgyhogy ez itt ilyen. Mi a újdonsági buli, ugye a Gili Island, ez a második, első DLC, második részt akartam mondani, de ugyebár ez a folytatás a Super Lucky Tale alapsztorinak, és a Guardian Trials pedig ugyebár a másik DLC. Úgyhogy jó pofa így ez a verzió. A laggokat nem tudom hova rakni, lehet azért éppen frissít a háttérbe a konzol, azt tudom meg elképzelni. Meg azt sem tudom hova rakni egyébként, hogy a Switch-en kisebb a játék, az új, mint itt ez a verzió. Bár itt van magyar nyelv, szóval az meg előnye. Úgyhogy ha szeretnétek, hogy ez a Super Lucky Tale is folytatásra kerüljön, ha más nem, már csak a magyar felirat miatt is, akkor írjátok meg kommentbe. Addig is ugyebár a nyúvat fogom folytatni, majd a switch-em. Az valahogy smooth-abbnak tűnik nekem, pont az újdonságok véget. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!